Na, jött a jelzés. Egon Csődör. Kinn van, nem úgy kinn van. Remélem, hogy minden rendben. A lányommal voltunk itt kinn a Tóbin. A nagy Danikával ez a vége. Még itt lenne a First Mind-ot gyilkolják majd. A másik két lány. Ügyesek voltatok, drágám! A Dani Ádi büszke lesz rátok! Jaj! Örülök, hogy így egyedül is tud szépen menni. Odafigyelj azért! Úgy ideértem. Na itt megy a Csőd. Azt a szentét. Jó. Köszönöm, hogy hívtál, Zolikám. Úton vagyok ilyenkor, mindig lenyomlak, azt ültem is kocsiba. Milyen volt? Nem? Hála Istennek! Akárhova is mennék, ezt fölveszem, ugye, mert Egon azért izgul otthon. Ó, nagyon nagyok vagytok! Nem volt rosszabb, mint szombaton? Mi? Nem volt rosszabb, mint szombaton? Semmit nem tudom. Jó. Majd lesz neki ez a jobb fele egy kicsit, ugye? Majd, ez az. Frappoljatok! Igen, majd arra figyelünk a jobb fele. De hát ez van, majd kialakul neki, de nagyon szépen megy. Le a kalappal előttetek, drága. Jó van, kicsi. Úgy néz ki, ma nem retteg. Nagy, hát egyedül baszki. Le a kalappal. Jó van, papóca, jó. Okos fiú vagy. Hát le a kalappal. Gondolkodik, meg van még szeppenben úgy látni rajta, de hát ez van. Na várj, megsimogatom már. Érezze a törődést. Jó van, édesebb a dele. Jó, okos fiú vagy, okos, igen. Na ennyi volt, látod? Nagyon ízű a sája is. Hát majd azt ki kell egyenesítened. Ezt ki kell majd, igen, mert ki kell majd egyenesíteni. Jó, szerintem mehettek haza, tökéletes volt. Hát ennél többet, jobbat álmomba se lehet gondolni. Köszönöm szépen. Na lányom, te is meg vagy. Jó. Ha lehet, hogy abban jobbat csinál. Pali, bőven legyen nekik széle, meg lepucolni őket, szóltam Nomcsinak is. Kis hercegnőm. Akkor elmentek most akkor a Orhiddal, ugye? Mm. Ja, menjünk, hogy rákem. Igen, te vagy a legszebb. Mindjárt megyünk be, jó? Jól áll neki ez a izé, Files? Jól áll. Jó, kicsim, én hagylak is, jó?